Személyesen itt legyetek? Pontosan, hát nagy drukkerek vagyunk, fiammal, aki sportoló, én is fociztam valaha. Nagyon szeretem a futballt, és figyelemmel kísérem a magyar csapatot, és remélem, hogy nagy siker lesz. Emlékszem, amikor kisgyerek voltam, egészen majd 16-18 éve visszamegyek, minden bukón ott voltam, ez volt az álmom. Most már eljutottunk oda, hogy ugye bárhova két óra alatt odaérünk Európában, na nehogy itt vagyunk. 86 óta az első jelentős torna, ahol kijutottunk, és egy nagy dolog, hogy itt lehetünk a Európa legjobb csapatai között, valamint ami nagyon fontos, hogy világklasszis játékosokkal tudnak játszani a magyar fiúk. Mondjuk a zene és a futball között valami hasonlóságot kéne mondani, lehet? Hát mind a kettőt akkor érdemes csinálni, ha nagyon kitartó vagy, és nagyon erősen csinálni. Hatszoros Európa-bajnok vagyok, mellette világbajnok lettem, és még csinálok talán még egy visszavonuló mérkőzést, ha megöregettem, én is 35 vagyok. Azért nem sport. A sportban itt van, mindig kell tudni, hogy hol vannak a határaink, még jó formában vagyok, köszönöm. Egy éven belül lesz a visszavonuló mérkőzésem, gondolom egy jó címmel, de ezt már mind külföldön, Duisburgban, mivel már több mint 8 éve kint élek a német szervezetnek. Akkor mi is annyi kedvenc játékos van a magyar csapatból? Hát nekem ez a kis Klein Heisler most nagyon tetszik, hogy rakkolós, nagyon jó lő, hát most nekem ő a kedvenc. Az egész magyar csapat nincs.